Így hangzik az István a király rockopera egyik legendás dallama a Nyíregyházi Kantemusz kórus néhány tagjának előadásában. A Felkelt a napunk dallamát bárki felénekelheti, ezzel csatlakozva a különleges rekordkísérlethez, amely szerda délben indult és augusztus 20-áig tart. Minden feléleklés egy pontot jelent. Ha a család összefog, mert úgy bátrabb, és vannak 6-8-an együtt, ha egyszerre eléneklik, az egy pont. De elénekelhetik egymás után 8-szor, és akkor mindenkinek van egy pontja. Tehát most az a lényeg, hogy hányszor hangzik el a dal. Nem, hogy hányan éneklik, hanem hányszor hangzik el a dal. Így szerintem reális lehetőségünk van a több ezres nagyságrendre, vagy a több tízezres nagyságrendre is. Szeretném, ha nagyon, nagyon magas lenne ez a szám. Az online rekordkísérlet nem megdönteni akar egy létező magyarországi rekordot, hanem felállítani. A Magyar Rekordok Egyesülete által hivatalosan bejegyzett dokumentum alapján mennyiségi és sebességrekord is készül. Ennek a gyűjteményes rekordnak az a lényege, hogy 30 nap alatt mindenki, aki csak teheti, minél többen, egy dalt énekeljenek fel elejétől a végéig, és ez a gyűjteményes rekord, ez a legtöbbször elénekelt, Felkelt már a napunk című nótának az gyűjteménye lesz. A kórus az azt szeretné, hogy több tízezer ilyen videó-selfie készüljön erről az éneklésről. Meglátjuk, hogy a történet végén, 30 nap után majd a szerverről lekért logfájl mit fog mutatni. Nagyon-nagyon szurkolunk, hiszen én azt gondolom, hogy óriási az érdeklődés, és nagyon-nagyon fontos, hogy az énekléssel az embereknek, különösen a jelenlegi nehéz helyzetben vissza tudjuk adni a lelkesedését. Nyíregyházán városszerte segítő rekordpontokon várják azokat, akik bizonytalanok a digitális platformok használatában. Az első ilyen segítőpont július 25-én, szombaton 12 és 14 óra között a Nyíregyházi Állatparknál lesz. Nyíregyházának azokon a helyein, ahol sokan megfordulnak az állatparktól a piacig, és hát ahol a Kantemusz kórus tagok is segítik majd az éneklést, és ezzel be tudjuk mutatni a városunkat is, nem csak azt a kreatív kezdeményezést, amit most legújabban a Kantemusz indított. Elmondta a hitelesítő Sebestyén úr, hogy a zumbától kezdve újraélesztő verseny, gépíró verseny, sok-sok-sok rekordot létrehozott már Nyíregyháza, remélem ez is olyan lesz. Start! A beérkező felvételekből egy mozaik videó készül majd, amelyet nyilvánosan augusztus 20-án mutatnak be a Kantemusz Facebook oldalán. A célok nagyra törőek, szeretnék elérni ugyanis a 10 000 éneklést.